Szép jó reggelt ismét mindenkinek, csörög a telefonunk. Valahol itt hagytuk abba. Igen, szerintem pont itt, hogy csörög megint a telefon. Na vajon ma mit kell csinálnunk? Hello. You ready? Mire? Sound like I'm ready, you just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find her laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit? Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. Hey. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Így van. Találkozunk nem sokára. Jó, ez. Add ide. Hogy gyorsan jöttél? Deva! Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, huh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Na menjünk. Ez a minden lesz kirosszul. Head over to Greenfield. Alright. So now can you tell me what this is all about? We're just gonna drive there, pop some guy, and drive away. Should be a piece of cake. Why? Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. He said it's gotta be clean, and it's gotta be done today. Why the hell doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while, and they just found him. They're afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear again. Here's a picture of him. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guys gotta come. Yo, that valakit amúgy el kell tennünk lába alatt. If he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? What if he still is? Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. If you say so. Hey, we need every penny we can get right now, right? That's so after we finish this job, we'll split up and look for other work. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Okay. Miért érzem azt, hogy ez nem csak annyi, hogy bemegyünk, szétverünk mindenkit, és utána kijövünk? Ez a játék nem arról szokott szólni. Itt komplikáció a hátán. Ez legalább megy, egy ilyen kell. Ez tetszik. Várj már! Szerintem ezt tudom még. Nem biztos. Remember what you gotta say? Yeah. All right. Here we go then. Nem az. Jaj, zmeg! Szerintem erre mindenki emlékszik. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards.
Így van. Like I said, this is about 6 feet tall. Dark hair. Those guys over there. Shit. Go, go. Let's get the fuck out of here. We got a homicide here. Suspect is armed. This is Agent Cox. We need police for Greenfield. Now, goddammit. Oh, yeah. That asshole really was under protection. And he's famous for conveniently leaving out little details like that. Maybe he didn't know. Don't matter now. We gotta lose him. Oops. Oops. Szóval Mr. Angelo-t most mentünk eltenni láb alól. Úgy veszik saját magunkat, mivel az előző részt is mi játszottuk. Oh, fuck, that was close. Get me to Kingston, will you? I got a car waiting there. What about the money? Hey, I almost forgot. Eddie paid me in advance, so here's your share. Gyere ide. Megyünk átletezni. Igen. My mistake, sir. Come here. Good afternoon. Can I help you with something, sir? Igen. No, please, stay away. De most nem el. Gotta shake the cops. Ezt nem hiszem el, öcsém. Neked mit kellett itt izé emberkedni? Idióta! Ha nem lősz rájuk, simán kicserélem a ruhámat és elmegyünk innen. Azaz. De most szétlövöd a kocsimat is. Ez sem én voltam. Na jó, akkor kezdjük előről. Mennyire lőtted szét az autót? Ez az. Az majdnem sikerült. Mindjárt mi van még? All right. Good luck getting your hair for the money. Come by my place when you're done. Okay. I'll see you later. Juhu!
Megyünk Derekhez, alapból leadjuk ezt az autót. Nem, ezt nem. De ott a környéken összeszedünk egy párat. Ez egy pár ezerbe bele fog menni. Besegítünk egy kicsit magunknak. Gyere, azt is beadom Dereknek. De anyádat. Jó, majd Dereknek. Úgy is van otthon egy ilyen. Csak szebb. És erősebb. És szuperebb. Hát emellett nem fértem el. Azt hittem, hogy ez mindig itt van. Na jó. Chief Office. Ravasz, Derek, mondjad, milyen munkád van nekem. Mit adsz? Vito! Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? De ez mindig eszik? Frank's organizing a sit-down with the other bosses, and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset and they're threatening to strike. Uh-huh. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? We'll see. These fucking guys really think who the fuck they are. This ain't the first time I have problems. Oh, ez a lövöldözés lesz, úgy emlékszem. Know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, no, it's just, what are we gonna do to them? All depends on how the, labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need just opening your mouths and proving how stonages are. So, what's the problem here, fellas?
We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told ya! Easy does it, Vinny. We want to do this peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Lower your voice now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you. Broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broke. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. Don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Aye, your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? Ed, just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? You nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve? You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Your dad. Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. Wonder me who leveled this. Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. All right. This is follow crazy, me, guys. We shouldn't be doing this. Vito can handle himself. Some extra firepower ain't gonna hurt. Let's go, Vito. We got your back. Hát ez a fegyver semmire nem jön. Azt lejöttél. Testvér. Az nagyon messze van. Jó, megvan. Miért erre az oldalra fordulsz ki? Azaz, nagyon jó helyen bujkálsz. Jó, ő is megvan. És már csak egy pár darab lövés, és kész is vagyunk.
Azt. Jani, ha nem is van. Hát miért nem mondtad? Nem úgy kell, nem állandóan húzni kell, hanem csak így. Ez így. Tip-tip. 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 És kész is. Nem látom. Biztos, hogy odafent van valahol. Boss fight! Az nem jó. Az nagyon nem jó. Ja, onnan jön. Az is koládat. Okay, the odds are even. Oh my god. Azt. Na jó, mindjárt jövök. Fix my old man. Then I find out I'm following in his footsteps. It was good to finally know the truth though. Derek's death also helped me resolve another problem. Ennyi. Egy kis pénzecske. Whoa. Looks like I just found Derek's retirement funds. Nincsen több pénz itt. Vigyázz úgy, valahol. Na, szóval ennyi a lényeg, hogy be kellett jönni, meg kellett ölni mind a kettőjüket, és mehetünk is tovább. Az emberek ugyanúgy dolgoznak idekint tovább, mint hogyha semmi nem történt volna. What about the cops? Yeah, they might be a problem, but anyone who saw us where we did it in self-defense, you were never here. All right. Köszi, srácok. Good luck, then. Jesus, Mary and Joseph. God help you all. Hát, ez egy kicsit gázul néz ki. Mennyit kell összeszednem? 27.500. Hello! Miért én szedem össze az egész pénzt? Na jó. Melyik az egyszerűbb? Megnézzük itt, mennyit keresünk. Ez 144, a kocsikkal keresünk 400-at, és amúgy ez veszélyesebb.
Úgyhogy megyünk autókat vadászni, és bevisszük Burskihoz. Igaz, hogy rohadt hosszú idő lesz így, de... De... Ja, hogy most már így ismernek minket, hogy Vido. Jó, nagyon jó. Hát... Na, nem kell. Én is. Kösz. Legalább új autón van. Lesz mit összetörni. Megint. Tarararara, megyünk. Jű, de messze van. Jó, biztos, hogy a fegyverból drágább lenne, de ott azt tudom, hogy alapból van egy shotgunja a csókának. Ez meg. Még látni se láttál, köcsög! Kiment oldalra, és visszajött. Persze, hogy nem itt kell kimenni. Hey Vito, we can take things from here. Yeah. What about the cops? Yeah, they might be a problem, but anyone who saw this would have been self-defense. Kösz. Négy tizennégy, annyi, mintha egy kocsit lopnék. Elég gyorsan időjárnak, hogy a fene megeszi őket. Na, menjünk akkor megint Bruskihoz. Legalább javítsd meg, kösz. Én is.
27 000 töcsém autókból összekapkodni. Hogy van, most hoztam ki! It was seen by the speeding vehicle. Állj már meg! A fene a fékedet! Hát ezért megjavíthattam. Megjavíthathat... Jűj, anyám! Bonyolult egy szó. Ja, nem kell arra motorháztető, jobban hűt. Bocs, ugorj! Azaz, szépen vetődsz. Látni a kapus is. Igagy már játék, tudom, hogy mit kell csinálni, csak most... Ahhoz, hogy Bruce-kirak el tudjak adni bármit, fel kell mennem felülre. Szerinted hová megyek? Ki van jelölve, mert te nem jelölted ki, hogy hová mehetek? Uhu! Riverside. Azt hittem, nagyobbat repülünk. Egy autó? Hát ez így rohadt lassú lesz, bazd meg. Ez így rohadt lassú lesz. Azt hiszem csak egy keveset kell... Nem baj. Úgy emlékszem, hogy nem kell az egészet összeszednünk, hanem majd kapunk valahogy egy hívást, vagy valami izé, valami lesz. Én úgy emlékszem. Meghoztam a kocsit. Innen loptam mellőleg. Scam. Négyszáz. Hát már el azt... Jó, vagy két autót ellopunk. Azt hiszem. Ha találunk. Ebben nincsen pénz. Valaki így nem dobálna el az utcán 27 ezret? Kb. Még annyi kell. Várjál, álljál meg! Ja, tehát hogy nekünk csak egy ezrest kell összeszedni. Én azt hittem, hogy az egész 20... Tehát hogy a, nem a felét szedjük össze az 55 ezernek, hanem hogy nekünk kell még ahhoz a 20 pár ezerhez még 27 ezer... Di! Gyere csak! Hát te mit kerestél itt? Oh,
Jó, hát azt könnyen összeszedjük, három autó. Ah, jó van. Nem lehet ebbe egyszerre több autót belerakni? Nem, attól félek, hogy elszpónol. Mint ahogy respawnolt a sajátunk is. Hát ilyen erővel beletehettem volna azt is. Ja, nem szabad elmenni innen, mert azok az autók, amiket csak így el ott hagyogatunk, azok despawnolnak. De jó, gratulálok, játék. Fasza. Ez most komoly. Azt azért hagytam itt, hogy majd legyen mivel elmenni. Szeretném szeretni ezt a játékot, de amúgy nem nagyon hagyja. Az egy az ezerszer jobban össze volt rakva. Itt is egy autó. Kettő. Persze. Tehát akkor, amikor eljövünk erre, onnan jönnek autók, de amikor ott állunk az utcán, akkor nem. Ez honnan jött? Szeméttelepen keresztül? Vagy roncstelepen keresztül? Jó, ezzel meg lesz. És itt van mellettünk egy autó, azt meg el tudjuk akkor vinni haza. Vagy ahová mennünk kell. Útközben meglopunk egy másikat. Ennyi. Mondjuk ez annyira nem is rossz. Jé, ez fel volt oldva. Hát, köszi játék. Ez amúgy valamilyen szinten megy is, úgyhogy. Annyira nem vész. Elkiabáltam. Nem, ez a váltás utáni sebesség, ez nagyon rossz. Vigyázz, jövök. Hála! Fegyverrel közlekedőket el kellene engedni, mert amúgy előkapják a fegyverüket, és bum-bum. Állj már meg! Na. De nem szeretem, mikor így megcsúszik. Befért, befért. Menjünk. Gyerünk, gyerünk.
Joe, megértem. Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Hello, előbben összeszedtük a pénzt, mit az? 2 hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark, and I was getting worried. I had to go look for him. Na, azt tudjuk, hogy hová ment? 6 órával később. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Fogadjunk valahol, megverték szerencsétlen kölyköt. Tuti. Nem emlékszem rá, esküszöm. Mi történt Joe-val? Ó, ne már! Jó? Higgadja? Hát ezt nem hiszem el. Tehát, megyünk a Falconba. Rendesül egy rendőrautó kocs. Gyere ki elém! Hi! Vito! Good, you're here. You hear what happened? Well, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Well, next. He keeps his ear to the ground. Giuseppe. Keressük meg Joe-t. Az kőkemény volt. Az úgy még keményebb. Sok a paci! Nem mi voltunk, ja, amúgy ez csak annyit kérdezett, hogy mi nem tudunk semmit erről a Henrys ügyről, és mondtuk, hogy és Joe se tud róla semmit, mert Joe velünk volt az elmúlt napokban. Hű, várjál ide, hogy kell bemenni hátulról, mi? Menem innen. Juzi! Juicy, nem innen. Honnan kell ide? Ja, ott kell bemenni. Ez meg. Hello. Hey Giuseppe, I'm looking for Joe Barbaro. Was he here today? Hello Vito. Yeah, Joe came by today. Great, I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. Vito, good to see you. Yeah, yeah. Take it easy. Ciao, ragazzo. Ciao.
Szóval Vinci emberei jöttek Joeyért, és el akart vele Vinci beszélgetni, úgyhogy az nekünk nem jó. Ez nem jó. Jupi. Hát, ha még meg tudjuk menteni. Nem láttad, hogy jövök? Lecsaptak, shit, mint a taxiórrák. Hey, what's up, Joe? Hey, what's up, Joe? The assholes went to take a leak. Great. Well, can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vinci can't see what's going on right in front of his face. And he thinks I can explain it to him. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Welcome, Vito. What's going on? You got no reason to treat us like this. No reason? No reason? First, the business with Leo. And then all hell breaks out in the city. The chinks, they're going nuts. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. Hát nem elfelejtettem megnyomni a gombot. Szóval, kezdünk menekülni. Megpróbáljuk csendben megcsinálni. Ó, anyám, elfelejtettem visszakapcsolni. Annyira figyeltem, hogy mi történik. Pip. Lagy. Nincsen puff. A fenébe. Szóval lopakodunk. És megpróbálunk kimenekülni ebből az épületből. Hű. Mocorogjál. Így. Na merre, Joe? Mert hogy a fene nem tudja, hogy innen hogy kell lemenni. Joe? Valahogy le kéne innen jutnunk. Joe? Futi az utat le. Hát ezek itt sokan vannak. Azaz, ügyes fiú vagy. Ezek most arról beszélgetnek, hogy hogyan ölnének meg minket. Hát valószínű, ezt nem fogom tudni, ez itt úgy látszik, hogy nem olyan animáció. Itt nem tudunk lemenni csendben, és szerintem nem is fogunk tudni máshol se lemenni csendben. Yeah. Jobb fegyveretek nem lett volna? Mondjuk ott az jó. Végre. Fuck this, I'm out of here.
Hova mennél? Nem mondod. Eat that, you asswipe. Hogy de jó helyre tudsz te is beállni, ide akarok. Na. Mert innen az a baj, nem látok be oda, akkor úgyse, így se jó. Hallod, én egy fejlövéstől amúgy elfeküdnék. Mi a fene? Jó, most az elhúzódott. De... Kimán fejbe lövöm. Hát, ilyet. Na. Ez az. Ja, ide át. Keresem a kiutat közben. You go first. I'll cover you. Aha, persze. Cover you. Jó, itt volt egy mentésünk. Where the fuck is this going? Húst legyen. Aj, de szép csata sorrendben álltok. Hát a magnumot felvesszük, mert nincsen más fegyverünk még most. Hogy tudsz gyorsabban lőni, úgy, hogy menet közben haldokolsz? Ez hülye. Gyűjtött a saját magát! Az a hang, az nem tetszik. Milyen way? Hol vagy? Jó, te átszaladtál a tűzön? Jó, eddig hol voltál, szod? Én oda nem látok be, baszod. Így nem jó. Á, ezt én itt nem láttam az előbb. Oké. Okay. Meg sem mozdultam amúgy. Ne megeszi az nyelvet, azt. Csend legyen. Add a magnumod. Honnan látsz rám? Bárhol is. Jó, hát de ezt én nem láttam az előbb. Baszod.
Ez nem normális. Hát azt nagyon szépen el tudom lőni. Jó, az is megvan. Jó, ez meg lett. A kis pumpgunnal arcba simogattuk. Az pedig most jön ott. Ott. Ha! Ami fér, azt visszük. Mert szerintem egyre több ilyenünk lesz. Nem vagyunk. Hihetetlen. Saving. Hogy ami? Végre. Erre jön másik. Mi van, Joe, nem bírsz velük? Hát én se. Ó, hogy az anyátokat. Ezt kezdhetjük előről. Én ilyen háttértámogatónak maradok itt. Honnan lő? Ott kéne bent lennie valahol.
fene? Jó. Ez is megvan. Innen lő. Ezen nem tudok átmászni. De szar. No, please. I got a family. You picked the wrong fucking guy, pal. Get your ass over here, Vito. Jövök, jövök. Na? Vito, they fucked me up pretty good. I think I need a doctor. Yo. Okay. Let's get you over to El Greco. Gyere. Az jó lesz. Apa, kell a kocsid. My chest, every time I breathe. I think they broke my damn ribs. Take it easy, El Greco's gonna fix you up. Yeah. Igen, csak add ide a pénzt. Sure. Fuck. Every time I cough, it feels like I'm being stabbed in the chest. Just sit back. The more you whine about it, the worse it's gonna be. So listen, Vito. Thanks for coming after me and almost getting yourself killed. Hey, we're in this together, right? Just like always. Now just sit the fuck back before you get blood all over my pants and I really do stab you in the chest. Oh. You picked a hell of a time to turn into a fucking comedian. Na, és hol a pénz? Nekem még mindig csak 27.800-an van. Vissza kéne adni ezt az 50.000-et, mert ez holnapra 65.000 lesz, utána meg már 75. És nincs kedvem 50 autót bevinni naponta. Na jó, csak 25-et kell. Megyünk, téged is lefestenek. Na meg kellett állni pisilni, vagy mi a fene? Megértünk, doktor úr. Papustól. I can make it. What do you want me to do with the money? Take it to Bruno. All right. At least that'll be out of the way. Good evening, gentlemen. Oh, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked at. I'm coughing up what blood. What is happening today? One of your guys is already here. His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him? Somebody messed him up pretty good. I don't think he's ever going to walk again. What? This surprises you? All the blood, all the death. This is the lifestyle you choose. One day your luck is bound to run out. The next time, it could be you. And off with the sermon, Doc. You have time to treat Joe? Yes, but you'll have to wait a minute while I fix Antonio up. That's okay, Doc. All right, come in. Make sure you settle things with Bruno, okay? And Vito, thanks. Sure thing. Feel better. Yes. Na. Megyünk Brunohoz. Miért érzem azt, hogy még ez se lesz egyszerű? Valami úgy rémlik, mintha gebasz lenne még itt is. Vagy már csak én érzem így.
miatt a sok hülyeség miatt, ami történik. Nem szeretem az itteni autókat. Ezek akkor is mennek, ha nem kell. Tehát, hogy az egyben megálltak akkor, amikor eléjük hajtottál. Itt olyan neki, mintha kötelező lenne. Jó, mondjuk itt meg kiltérnek egy kicsit előlünk, tehát hogy amúgy az is segít valamennyit. Az egyben nem csináltak ilyet, hogyha mondjuk rádudálok, akkor lemegy az út szélére. Így. Ott azt hiszem csak a rendőrök elől húzódtak le. Tehát előlünk nem. Ott volt. Annyira azon koncentráltam, hogy ne törjem össze a kocsit. Elkapja és egyszerűen csak löki oldalra. Jó, hát az, hogy befordulni nem tudok egy sikátorba, az már megint egy másik kérdés. Azt írja, hogy ne parkolj bármilyen körülmények között. Hát nem parkoltam le. Én nem parkolni jöttem ide. Én csak megálltam. Hey, I need to see Bruno. Got the money? Yeah. Yeah. You're lucky. We were just about to leave. Nagyon jó. Ja, Bruno! Good evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some... Complications. Yeah. Eljött az újabb chapter, szóval találkozunk a következő részben. Sziasztok! I couldn't sleep. Things were...